szálltál ki a kocsiból, sikerült megnyerned a Veszprém Rallyt abszolútban. Mesélj, milyen érzés a kavarognak most benned? Hát nagyon örülünk, mert igazság szerint annyiból volt jó nekünk ez a verseny, tényleg semmi gondunk nem volt az elejétől a végéig. 100%-on mentünk végig, mindenki azért hibázott, vagy éppen valami rosszat csinált. Nekünk ez végig tökéletesen működött, és minden gumi és minden, amit kitaláltunk, úgy csináltunk és működött. Ezután is így fogjuk folytatni. Hajszálon múlt a dolog, azért izgi volt a vége, nem? Hát izgi, nem tudtunk volna ennél gyorsabban jönni. Azt hiszem, hogy amit tudtunk, azt kiadtuk, és a kocsi is magába. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez így záródott. Hány évet kellett várni egy ilyen abszolút győzelemre? Hát most már lassan 10 éve megyünk itt az első osztályba, úgyhogy... De ami reális esély, egy 5 éve lehetett van, vagy 4 éve, de nagyon örülünk, hogy összejött, és tényleg végre. Mert most már örök másodiknak hittem magam, úgyhogy örülök, hogy nyertünk egyet. Köszönöm szépen, így tovább. Minden felkészülés nélkül hadd támadjalak le gyorsan két mondat erejére. Iszonyatosan kemény Veszprém Rallyn vagytok túl. Mesélj, milyen érzések kavarognak benned most így itt a verseny? Végig az etap után azon gondolkoztam, hogy hol tudtam volna még találni 1,1 másodpercet, mert annyival lettünk másodikok. Lett volna rá módom, talán még az első napon, inkább most ezen az utolsó kettőben már nem nagyon volt több. Hitted volna az elején, hogy ennyi lesz a vége? Gondoltam, hogy szoros lesz, igen. Igen, nem tudtam, hogy mennyire. Mennyire vagy elégedett a pályával, a versennyel, autóval, magadtal? Hibátlan volt az autó, talán egy dolgot eltekintve, egy nagyon picit a futón, mert valahol megüthettük, és elment a hátsó összetartásunk, és ezért volt két olyan gyorság, amit nem tudtunk teljes tempóval teljesíteni. Ez az egy, ami esetleg kicsit hátráltatott. Ha ez nincs, akkor azt gondolom, hogy jobban mosolyognánk. Elégedett vagy azért a végeredménye? Abszolút, abszolút. Tökéletesen állunk a bajnokságon. Meséljük, hogy sikerült az utolsó köret. Igyekeztünk óvatosan menni. Tudtuk, hogy a pályának az állaga nagyon sokat fog romlani, úgyhogy tavaly egy elég negatív élmény ért minket, ugyanis az utolsó gyorsaságén kaptunk egy olyan defektet, ami miatt el kell búcsúznunk a kategória első helytől, úgyhogy ezt is bekerítjük az emlékkönyvbe, ezt az utolsó gyorsaságét, ahol nem hogy lassan, de szuper lassan mentünk. Tényos való, hogy az ember, amikor nagyon óvatos, akkor már az is veszélyessé válik. Lényeg az, hogy nem akartunk rajta veszteni, úgyhogy ez volt nekünk a nagy feladat, a nagy kihívás ebbe az utolsó körbe. Én úgy érzem, hogy az első két körben megoldottuk azt, ami feladatként adott volt. Picit a versenynek a szépsége múlott rajta, de nagyon koncentráltunk arra, hogy ezt az eredményt tudjuk hozni. Summázva az egész hétvégét, akkor elégedett vagy? Mindenképpen persze, ez volt a cél, hogy ezen a Murva versenyen, ahol igazából nem volt olyan sok tapasztalatunk, egy tesztet tudtunk végül csinálni. Gyakorlatilag az R4-es autóval minél több ponttal menjünk haza, úgyhogy ez a várakozásainkat felülmúlja, fogalmazzunk így a mezőnyből kiindulva, hogy milyen mezőnyben kellett itt helytállni. Tudtuk, hogy rostálni fogja ez a Veszprém Rally a mezőnyt, és nagyon bíztunk abban, hogy mi fel tudunk maradni ezen a szitán, és jól tudunk menni, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok, így a bajnokság szempontjából koncentrálunk a folytatásra. Bükkürtön is jól szoktál menni, de idén nem lesz, innentől már csak aszfalt van hátra. Ez csalódottság egy picit számodra? Szeretek Murván menni, igen, de az aszfaltra most elég sok hangsúlyt fektettünk, hogy ott szerintem nagyon sokat fejlődtünk, és így, hogy most aszfaltos versenyek vannak, egyébként nagyon nagy élmény ezzel az R4-esen menni aszfalton, úgyhogy most erre fogunk koncentrálni. Nehéz versenyek jönnek Budapestről, a Pasa Rally, illetve a Mecsekről, ez mind a három egy olyan, ami ennek azért megvan az aszfaltban, a sava borsa szépsége, és különböző versenyekről beszélünk, úgyhogy fokozottan várjuk, és készülünk rá ezzelre. Köszönöm szépen! Sosor, túl vagyunk a Veszprém Rallyn 2013-ban, és elmondhatom, hogy régen láttam ennyire őszinte mosolyt autóversenyzőtől. Hát igen, ez ilyen adrenalin függő verseny volt. Készültünk erre a versenyre, de nem gondoltuk, hogy ilyen jó eredménnyel zárjuk. Mit gondolsz, hova tovább az autóval? Hova lehet tovább lépni? Tehát ez az autó szerintem nagyon sok mindenre képes. Ugye a Norbi azért megrezegtette szárjait, nagyon sokszor nagyon sokat adott nekünk. Mi egy erős, de biztonságos tempót nyújtottunk. Vannak még a gyorsasági szakaszokban nagyon sok kilométer.
tudjuk, hogy hol hagytuk benn. Másabb végátétellel kell mennünk, mert a legrövidebben mentem. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó sikereket lehet az autóval elérni még. Hogy érzed, tudtok már rá itinert írni az autóra? Tehát egy csomó mindent át kellett írni, a második körre már amit eddig fékesre írtuk, most már azt el lehetett nyomni. Nem gondoltam, hogy ennyire nagy a kanyarsebessége, úgyhogy az autó még mindig okoz nekünk meglepetéseket. Hogy érzed a Hankookot? Milyen lett az autó? De nagyon jó a gumi. Úgy gondolom, hogy aszfalton talán jobb lesz. Ugye váltogatni kellett volna a puha és a kemény közötti gumikat. Volt, hogy mellé nyúltunk, akkor nagyon rossz időt mentünk, de hát sikerült bele találni, és úgy gondolom, hogy nagyon jó. Köszönöm szépen, így tovább! Szia, Misi! A 2013-as Veszprém Rallyn és az az előbbi kézmozdulat mindent elárul. Nagyon fárasztó volt a verseny? Hát kellett, én jobban elfáradtam, de kellemesen. Tehát nem az a hullafáradtság, kellemesen elfáradtam, igen. A verseny alatt komoly csatát vívtatok rongóval végig folyamatosan, azért kellett figyelni előre hátra, nem? Hát kellett, igen. Hát sajnos a végén nem megmagyarázni akarom, eltaprikáztunk a gumiba. Kopott a gumikkal, mert is a végére kellett volna a normálisabb gumiak, jelenleg jutott volna az át. Most ez így alakult, alul maradtunk, kész. Gratulálunk a Latinak. Azon kevesek között maradtatok, akik talpon maradtak a verseny végére. Milyen volt a verseny? Hogy summázott az egészet? Hát szerintem nagyon jó volt a korábbi versenyekhez képest. Megkockáztatom, talán ez volt a legjobb. Ugye visszatért a öltér is, amit nem ült így. Jó volt, nagyon jó volt. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánok! Vagyunk a 2013-as Veszprém Rally céljában. Elég komoly csatát vívtatok Matics úrra egész végig. Mesélj, hogy alakult? Hát igen, tehát ez ilyen tizedekre menő harc volt. Én azt mondtam az előbb, hogy ez az igazi rally, amikor az összes gyorsaságin egymástól pár másodpercre, sőt másodpercen belüli időket tudtunk produkálni, és az utolsó gyorsaságin dőlt el a verseny a javunkra. Az összeset tényleg nagyon élveztük, mindegyik gyorsági nagyon-nagyon tetszett, helyenként már nagyon defektveszélyes volt, úgyhogy vigyázni kellett a gumira is. Ugye nagyon nagy sziklák jöttek elő itt-ott-amott, de hát azért muszáj volt menni, mert tudtam, hogy a többiek is nyomják. Úgyhogy nagyon örülünk, és talán életem egyik legjobb és legkompaktabb versenye volt ez. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk a célba, és ezt a versenyt is sikerült megnyernünk. Kevés ember van, aki elmondhatja azt, hogy műszaki probléma nélkül végigírta ezt a versenyt. Ti hogy vagytok ezzel? Abszolút hibátlan volt az autó, egy csavart nem kellett rajta meghúzni. Én bántottam egy picit, meg kétszer tegnap itt a lőtéren, meg ma itt az egyik gyorságinak, a szősznek a végén, ott sikerült egy akkorát ugratnunk, hogy orra esett szegény autó, és bevallom, azt hittem, hogy esetleg valami meg is sérült a futóműbe. De hát ehhez szerencse is kell, nem lett semmi baja, és már meg is dicsértem. Nem sajnálod, hogy nem lesz több murvás verseny idén itt van? Dehogy nem, én nagyon szeretek murván menni, sajnálom, hogy nem lesz, én nagyon sajnálom, hogy elmaradt a Bükkfürdő rally, de hát most ez dobta a gép, úgyhogy megyünk Vassára. Aszfalton elérhető hasonló eredmény? Hogy érzed? Hát mivel az első két versenyt sikerült megnyernünk, ugye Egerbe és Miskolcon, most már aztán nem nagy képviség azt mondani, hogy természetesen megpróbálunk nyerni a következőt is. Köszönöm szépen, így legyen!